én az amatőr futók között is az amatőr kategória vagyok, így aztán pályán nem szoktam soha futni. A verseny az maximum saját erőmmel, meg az idővel történik, nem pedig a többiekkel értelemszerűen. Éppen ezért egy ilyen helyen futni, egy ilyen tényleg nagyon klassz új stadionban, tényleg felemelő élmény volt, és köszönöm a meghívást. Nagyon várom, készülünk. Szerintem így a viszonylag elsők között voltunk, akik vettünk jegyet, és nagyon készülünk rá a férjemmel, vele fogunk jönni. Szerintem ez egy olyan élmény, amit így nem szabad kihagyni. Úgyhogy én nagyon várom, azt gondolom, hogy az embert meg fogja csapni igazán ennek a sportnak úgy a szellem. Még így is, hogy benne van, egy kicsit úgy büszkék lehetünk erre, hogy ez itt lesz. Minden stadion vagy minden egyes sportlétesítménynek a kipróbálása az egy ilyen különleges esemény az ember életében. Atlétika stadionban nem egyben futottam, mert akkor meg rengetegben, de amikor az ember úgy érzi ennek az egész létesítménynek az erejét, a szívdobogását, főleg, hogyha megtelik majd nézőkkel, akkor meg ez egy fantasztikus dolog lett. Ez magyarországi, ez a miénk, úgyhogy nagyon jó. Nekem nagyon nagy élmény volt, egy életre szóló élmény volt. Nem tudom a feleségének, Katának mennyire tetszett, de nekem nagyon. Nagyon megható volt bejönni a stadionba, meg futni itt rajta két kört. Jó lesz ez a VB, nagyon. Nagyon különleges esemény lesz. Hát elsőként voltunk rajta, vagy előttünk is voltak egy-két ember, de annyira megcsapja ilyenkor a hely szelleme, meg az illata, meg az egész, tehát tényleg be kell lépni, ez amit egy új diszkó, ahol csak jó csajok vannak, tehát hogy kifejezetten az ember ide vágyna, és nekünk megadatott, úgyhogy nagyon szuper jó volt, magunkba szívtuk ezt az első pillanat illatát.